Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás, én Pinkie Attila vagyok, és a mai videón arról fog beszélni, hogy ősszel jöhet a Sam Bankman fried Tsunami. Na mit értek ez alatt? Már is mondom, aztán a második hír arról szól, hogy a Grayscale nyomás gyakorol folyamatosan az SEC-re, hogy hagyja jóvá azt a bizonyos Bitcoin Spot ETF-et. A harmadik hír pedig arról, hogy bizony Törökországban a népesség fele, több mint a fele, már tart kriptót a KuCoin legfrissebb ö, felmérése szerint. Milyennek az oka? Kicsit beszéljünk erről is, és ne felejtsd, hogy minden nap hozom a legfrissebb kriptó és broklánzal kapcsolatos híreket, több videót is csinálok nektek minden nap, tehát vannak a short videók, 60 másodpercben egy hír lényege, azok minden nap vannak, valamint ugye itt vannak ezek a hosszabb videók, hétfőtől péntekig minden nap, ahol is ugye hozom a legfrissebb információkat kicsit jobban kifejtve, és ugye a mai is egy pont ilyen lesz. Ha pedig tetszik a tartalom, amit gyártok, és fontosnak tartod azt, hogy a Bika piacban, Medve piacban is te ezeket megkapd, akkor te az azt tudod jelezni, hogyha nyomsz egy lájkot, azt nagyon szépen megköszönöm. Egyébként pedig a videót és a csatornát is segíti, hogy úgy gondolod, hogy ez hasznos, amit csinálok, hogy tovább tudjon növekedni. Na, és akkor vágjunk is bele a mai epizódba. És bizony az egyik legjobb időszak van most felkészülni a Bika piacra, mert nem a medve piac elején vagyunk, tehát nem 2021. novemberében toporgunk, egy nagyon hosszú időszak van már mögöttünk, igazából ö, tényleg mondhatni, hogy hogy, hogy ö, fájdalmas időszak, pláne, hogyha ránézzük a portfóliónkra, de ez az az időszak, amikor nagyon komolyan kell venni a felkészülést, mert a, ha megnézed, hogy hogyan lő ki a bitcoin, hogyan lő ki a kripto, amikor megindulnak a dolgok, akkor már nincsen nagyon időd akkor tanulni. Addigra rendelkezned kell a stratégiával, amivel szeretnél lépkedni, és ezzel kapcsolatban rengeteg információt tudok még ugye a napi videókon felül is biztosítani, mint például hogy itt a honlapra fölmentek, ami ugye nem más, mint a www.blockchainbloom.com és ha lejöttök egy teljesen ingyenes képzés, és azt muszáj tudnod, miért kriptóba fektetsz. Tehát ezeket az infókat mindenképpen tud. Mindegy, hogy ez innen tudod meg, mert megnézted ezt a teljesen ingyenes kurzus, amit le tudsz tölteni, vagy máshonnal rendelkezz vele. Ez a lényeg, mert ez alap. És utána pedig e, itt vannak azok a képzések, hogyha még nem vagy tisztában szeretné Bitcoinbe fektetni, de azt se tudod, hogy e, mik azok a UTX-ok, -ok, hogyan működik a, a Bitcoin, e, ennek a, a rendszere, tehát nem tudod, hogy mibe fektetsz, csak úgy hallottad, hogy jó lesz akkor mindenképpen ez egy alap, ez a képzés. A másik pedig az, hogy a kriptovaluta kereskedési stra ugye stratégiák és elemzések. Ha nem tudod elemezni a piacot, nincsen kész stratégiád, akkor nem fogod tudni, mit csinálsz, és egy szerencséjáték lesz az egész. Nekem megint az mindegy, hogy honnan szeded az infót. Én azért gyűjtöttem össze, hogy nem mindenkinek van annyi ideje, hogy innen-onnan össze-vissza vadászol hónapokon keresztül, hanem tényleg ez is, mint 54 leckéből áll ez a, 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 kereskedési stratégia kurzus, viszont akkor koncentráltan megkapja az információkat és tud cselekedni. Ez a legtöbb embernek az ide, szerintem is az idő a legdrágább, ezzel abszolút azt lehet nyerni, és nem ezer helyről összevadászni, de mindenkinek megvan a lehetősége, hogy melyiket választja. A lényeg az, hogy tudjál ezekről a dolgokról, hiszen különben akkor nem fogsz tudni megfelelően időben lépni. Ha pedig ugye fontos neked tényleg, hogy éppen mindig az aktuális trendekkel képben legyél, akkor pedig itt van a Patreon csoport. Először is Patreon találkozó Patreonosok, ne felejtsetek el ugye jelentkezni, tizedikéig tehetitek meg vasárnap éjfélig a jelentkezést, utána le kell adnom a létszámot, és az, hogy ki milyen ételt kér. Most 14-én lesz Budapesten a 7. Patreon találkozó. Ö, ott lesz a Binance részéről Balogh Dávid, mint, mint előadó. Én úgy gondolom, még egyeztetés alatt, de úgy gondolom, hogy megint nagyon klassz lehet, hogy Binance relikviákat fog majd hozni. Ugye ilyenek voltak a, a, a hatodikon a, a, születésnapi találkozón is. Ezeknek szoktatok örülni. Én is készülök más ö, nyereményekkel, tehát mindig tök jó, hogy nyereményeket lehet nyerni a, a tombó tombolán, kvízjátékon, klassz vacsora, én is tartok előadást, ő is tart, beszélgetünk. Tehát ha tényleg föl akarsz készülni időben a, a Bika piacra, akkor ez egy olyan hely, ahol érdemes lenned, hiszen folyamatosan teszek föl tartalmakat, altcoin videókat, heti jellemzéseket, friss információkat, olyanokat, hogy hogyan növeld a vagyonodat, tehát oktató videókat, tehát nagyon-nagyon-nagyon széles a skála, amin a Patreon mozog, mind-mind azt a célt szolgálja, hogy te egyre sikeresebb lehess ezen a területen. Na, és a másik fontos dolog, Ugye, az pedig nem más, mint hogy ugye megindult a gyűjtés a bátor táborért. Most hétvégén az első etap, futom a Vizer félmaraton. Te Értük, lila pólóban, ahogy tavaly is tettem, aztán október 15-én lesz majd a nagymaraton. Tényleg, nézzetek meg, ezt szerintem nagyon jó volt. XY, nem adtam meg a nevét, de azt írta, hogy ha csak ennyit utalsz, mint én, már is óriási segítség. Hajrá, bátor És ez így van. 2000 forintot utalt. Gondoljatok bele a napi videókat, megnézitek 2-4 így általában. Ha mindenki, akinek ez a videó adott valamit, hiszen azért nézi meg, csak azt mondja, hogy figyelj, én minden nap nézem ezeket, nézem ezeket három éve hozzá a srác, nem neki, a bátortábornak két-három ezer forintot beáldozok, egy egyszerű támogatás, ha ez két ember két adna, az 4 millió forint lenne. Tehát ekkora erő van bennetek, de egy csomó ember, hogy á, jó, meg minden, tehát akkor lehetsz igazi jó befektető, ha ezeket mind-mind megtold ezeket az emleket. Nézd meg az igazán gazdag emberek, mennyit jótékonykodnak. A többségéről az derül mindig ki, vagy beszél róla, vagy nem beszél róla. Én, sem vagyok. én most csak azért, mert hogy fel akarom a bátor hívni a figyelmet, beszélek erről, de egyébként egész évben nyilván nem beszélek az egyéb dolgokról. Mert nem az a lényeg, hogy én adok, meg én támogatok, hanem csak arra akarok ösztönözni mindenkit, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos eleme annak, hogy te vagyonossá tudjál válni. Tehát ez egy alap, hogy mindig a bevételednek az x százalékát te adományozd ö, bizonyos jó célokra, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő flow, megfelelő energiák ö, ugye, legyenek, amíg csak arról szól, hogy én-én-én, meg majd akkor adakozom majd, amikor majd ö, sok pénzem lesz, addig most hagyjanak mindenki békén, az nem értette meg ennek a lényegét, és, és mindig ezek a, 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 negatív energiák lesznek. Tehát igazából, ha belegondoltok, tényleg pár ezer forint is azt jelenti, hogy ezt pár ezer ember megtenné, hiszen látom, hogy naponta ennyien nézze, akkor ez micsoda, micsoda, micsoda eredményt hozhatna. Tehát hajrá bátortábor, hajrá BCB közösség, hozzuk össze a 38 már megvan, 5 millió a cél, és ezzel nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni. Csak egy példa akire ő, ugye természetesen felnézek, édesapám. Édesapám a 70. születésnapja alkalmából úgy döntötte, hogy 5. alkalommal is átúzza nyáron a Balatont, 70 évesen, és belőtt akkor, őnek nincs YouTube csatornája, semmi ilyesmire, belőtt egy félmillió forintos célt, amit 148 lett végül is, tehát 740 ezer forintot gyűjtött most nyáron a bátortábornak, úgy, hogy ebben a bizonyos átúszás kategóriában, akik akkor gyűjtöttek, az ő kampánya lett az első, ez gyűjtötte a legtöbbet. Tehát, ha, ha ő 70 évesen veszi a fáradtságot, és átúszza, és gyűjt, és kampányol, és jót akar tenni, akkor szerintem valakinek, aki mondjuk éppensége nem sportol, nem fut, elutalni egy pár ezer forintot igazából ö, semmiség és része a jó ügynek. Na, csak ki akartam hangsúlyozni, egyébként meg büszke vagyok rá, innen is gratulálok neki, ismételtem, mert már többször megtettem. Na jó, és akkor nézzük meg a kriptos piacot is. Hát igen, láthatjuk, itt oldalazás van, sok minden nem történik, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak, de ez is mindig elmúlik. Szóval 25.716-on a Bitcoin, 0.12-t ment lefelé, Ethereum 1630 0.11-et ment lefelé. Kéz a kézben Synthetix, az, ami kicsit kihúzta magát, majdnem 14%-ot ment felfelé az M24 e órában, itt a top 100-nak a nyertese. SafePal 3%-ot kába, 3%-ot. Aztán megnézzük a veszteseket. Uh, MNT 5,5%, uh, uh, Stellar 4,6% nefelé, és XDC Hálózat Network pedig uh, 3%-ot ment lefelé. Ha megnézzük a bitcoin gyertyacsártot, erről most szerintem sokat nem érdemes beszélni, hiszen ezt a vonalat húzzuk, ez továbbra is így van. De ez mindig is így volt, tehát gondoljatok bele, semmi új nincs a nap alatt. Amikor volt a 2019-es év, ugye ott fölmentünk majdnem 14 ezer környékére, utána egy esés, és megint már a medvepiac vége, belefáradva, nehezen is utána, boom pandémia. Tehát akkor az még egy pofon, még jobban lejjebb ment. Tehát ez tényleg része ennek az egész folyamatnak. Csak aki most éli át először, annak lehet az, hogy hát de mi van gyerekek? Semmi nincs, ugyanaz történik. Kicsit mások a szereplők, mások az események, mások a történések, de igazából a, a folyamat az, 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 az nagyon hasonlít. Na, és akkor ugye a szeptemberi hónap, azt szokták mondani, hogy ez gyenge szokott lenni, de szokott egy erős október jönni utána, általában, hogyha Bitcoin történelmét nézzük meg. Viszont mi lehet az, ami esetleg ugye még jobban elronthatja a hangulatot, akár már októberben is, ugye október-novemberben, erről beszélünk egy kicsit, ugyanis ez nem más, mint a Sam Bankman-Fried cunaminek a lehetősége, ami nem szól másról, mint arról, hogy ők aztán minden szennyes ki fognak most teregetni, hogy megvédjék magukat. Nem tudjuk elfelejteni, ugye, 2022. novemberét, hogy a ugyanis az FTX váltónak volt ugye a bedőlése, és hát ugye Bankman-Friedhez köthető. Na, és most jön az időszak, ahol majd elkezdjük föltévni a sebeket. Ugyanis már szaporodnak ezzel kapcsolatban a cikkek, csak mutatok én is egy párat. Hát jön a Sam bankman fried tárgyalás októberben. És gondoljatok csak bele, hogy uh, Sam bankman fried és az ügyvédek az elmúlt hónapokat arra szánták, arra készültek, hogy uh, nyilván amennyire lehet megvédjék, és uh, megvédje magát. Na most senkit nem fognak kimélni. Tehát, hogyha bármilyen érzékeny információjuk van, tök mindegy más nagy kriptó cégekről, váltókról, emberekről, ők szerintem úgy lesznek vele, hogy ha mi veszünk, vagy mi bukunk, akkor lerántunk mindenkit, akit csak lehet, mert akkor van el, hogy csak az, hogy csak az FTX meg Bank, mert Bankman, hogyha ő is, ő is, ő is, ő is nem tudom milyen dolgokat csinált. És hogy milyen információ fognak előkerülni, milyen csontvázak esnek ki, a szekrényből, ezt majd ugye a tárgyalás folyamán fogjuk látni aminek természetesen lehet egy negatív hatása a piacra, és tovább zuhantathatja a piacot annak függvényében, hogy éppenséggel milyen hordrejű az a hír. Mondjuk gondoljatok bele, csak most nem direkt, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nem fad keltésről van szó. Tudjátok, abszolút nem szeretem se a fadot, se a fomót, mindig a tényeket nézik. Most se beszélek másról, mint egy tényről, hogy lesz októberben tárgyalás, és ennek többféle kimenete lehet. De ebben ugye számos kriptós ö, cég, vagy kriptóz köthető személy, akár ö, befolyásos személy is ö, köthető, és előjöhet a, 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 a tárgyalása vádak folyamán, ami, ami ö, lehet. Lehet rossz hatással a piacra. De én úgy gondolom, ez meg szubjektív vélemény, hogy ezek ideig óráig ütetik lefelé a piacot, viszont hosszú távon fundamentálisan a bitcoint, mint olyat nem változtatják meg. Számos más kriptoprojektet nem változtatnak meg, hanem mindig a rossz hír hatására van egy pánik, van egy eladás, és így tovább, és így tovább. Tehát majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy ebből mi lesz itt ősszel. De októberben indul a tárgyalás, és csak hogyha föl vagyunk erre készülve, hogy ilyen történhet, akkor, akkor tudunk megfelelően lépni. Tudunk vele tervezni. És ennek is ugye kétféle kimenetele van. Vagy olyanok lesznek a dolgok, amíg negatívan befolyásolják a piacot, vagy semmi különös nem fog történni, és esetleg, úgy mint többször megtette a bitcoin, októberben ismételten erőteljesen egy picit meg tud indulni fölfelé a hanyatlás után. Mindig ugye ezek a, a lehetőségek, csak erre fel akartam hívni a figyelmet. Uh, itt is van egy másik hír is ezzel kapcsolatban, itt most éppen reklamálnak, hogy a laptopját nem tudja éppenséggel úgy használni, mert mit tudom én. Na mindig lényegtelen, csak azt akartam mondani, hogy egy csomó időre eltűnt szemben mert ugye kapcsolatos hírek, most meg ugye megint kezdik előszedni, és készülünk arra, hogy most már azért szeptember van, októberben pedig uh, a mostani infok szerint pedig uh, jön a tárgyalás, ahol nem tudjuk, hogy milyen infok fognak uh, napvilágot látni. A második hír, amit hoztam, az pedig arról szól, hogy a Grayscale, most pedig már nem hagyja magát, nyomást gyakorol az SEC-re, hogy mi van már, mikor hagyod jóvá ezt a bizonyos Spot Bitcoin ETF-et. Sokáig várt a Grayscale ugye arra a döntésre, amit most a bíró meghozott, hogy nem voltak az érvek megfelelőek az SEC részéről, amiért is elutasítást kapott az a kérelmük, hogy a zászlós hajójukat, ezt a bizonyos bitcoin alapot, bitcoin trustot ugye átalakítsák spot bitcoin ETF-é. -e. És most azt mondják, hogy akkor most már nincs az SCC kezében ez, hogy, hogy akkor nem. Akkor, ha most már nem tudták megfelelően megindokolni, ezt most már megerősítette a bíróság is, akkor most már mire várunk? Go, go, go! Történjen meg a dolog. És ugye ott van a többi ö, nagy, blackrock az élen, de számos másikat is tudnék ö, említeni, amik ugye szintén benyújtották a kérelmet a Bitcoin Spot ETF-re, és ugye több ilyen határidő van, a legutolsó határidő az a következő évnek az első felében jár majd le. Tehát egyre nagyobb a nyomás az SEC-n. Mi lesz ebből? Nyilván nem tudjuk, mi a stratégia a része, hogy most éppensége még nehogy jóvá hagyják, mert most még akarják lenyomni a piacot, ugye itt vannak a manipulások, mindig vannak, hát a tőzsdén is van, itt is van, ez a játék része, ezt el kell fogadni, hogy mi itt inkább a farmice nevezgetünk és a morrezsákat szeregetjük, de a lényeg az, hogy sokan esélyesnek gondolják, hogy igazából arról van szó, hogy Jóvá fogják hagyni a Bitcoin Spot ETF-et, ha egyet, akkor többet is. Mert ugye azt is mondja a Grayscale, hogy ha egyszer már jóvá hagyták a Bitcoin future, Future's ETF-et, akkor, 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 akkor mi tartja őket vissza most ettől a bizonyos spottól? Um, na, minden esetre már nem nagyon engednek ebből, megragadták ezt a bírói döntést, és továbbra is itt is a írja, hogy, a, hogy a, a, az ügyvédek ugye a Grayscale részéről azt mondják, hogy igazából az a közel egy millió befektető igazán, tehát a, a trustba uh, igazán megérdemelne egy ilyen fair play-t, és, és akkor amilyen gyorsan csak lehetséges, tényleg, bongjanak már valamit, csak, csak ne ez a várakozás legyen. Na, és a harmadik hír, amiről beszélni szeretnék, az nem más, mint hogy um, a népesség fele Törökországban egy friss uh, felmérés szerint bizony már kriptóba fektet Nos, a törökök fele már a kriptóban legalábbis a KuCoin legújabbi fel, legújabb felmérése szerint ez a szám 40% volt kb. másfél évvel ezelőtt, most pedig 52%-ra jött ki a reprezentatív mint alapján, ezt ugye ezt mindig hozzá kell természetesen tenni. Ugyanis ugye Törökországban a török líra igencsak gyengélkedik, és azokban az országokban, ahol ö, a fiat valutának már nincs olyan ö, értéke, nagyon nagy az infláció, mindenhol van infláció, csak ahol nagyobb, ahol kisebb. De ugye számos országban, ahol, ahol igen drasztikus inflációval nézünk szemben, ott egyszerűen tisztában vannak az emberek azzal, hogyha én fiat pénzben tartom, a, a vagyonomat, akkor az napról napról, napról napra kevesebbet ér. Ergo mindenképpen kell alternatívák után nézni, és egy lehetséges alternatíva, nem csak ez van, de egy lehetséges alternatíva például a bitcoin. A bitcoin, ami már többször visszajött, a több medvepiac után is újabb bika piac volt, újabb csúcsal. Ergo már többször ezt, ezt megmutatta, míg a fiat valuták, lásd akár az USA dollár a Fed megalakulása óta 1913 óta az értékének elvesztette a 98-99 százalékát és számos más fiatal óta ugyanerre a sorra ö, sorsa van, ítélve, sőt, ugyanél rosszabbul is teljesít, tehát azt lehet látni, hogy az meg garantáltan egyre kevesebbet ér, hogyha abba teszed. Tehát, hogyha bármit nézel, hogyha pár évvel ezelőttem, mit tudom én, ö, vettél egy ingatlant, akkor annak magasabb az értéke, ha vettél, tehát autóra, bármire ha megnézed, hogy mennyivel drágában vásárolsz meg most valamit, és ez nem azt jelenti, hogy annak ment feltétlenül annyira föl az értéke, hanem egyszerűen ilyen mértékben inflálódott a, a, a pénz. És hát nyilván Törökországban ezzel most ez a problémával szembesülnek, ezért is van, hogy kapva kapnak a különböző lehetőségeken. A statisztika az, hogy a befektetők 71%-a bitcoinba fektetett, a 45%-a pedig Ethereumba vagy más stablecoinba tartja. Tehát ez a, nyilván a, 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 bitcoin van az élen, mert ha már kriptó az a legkevésbé kockázatosabb, a kriptó önmagában kockázatos, ezért ezért tisztába kell lenni. Nem azt mondjuk itt, hogy a kriptó a tuti megoldás, és mi garantáljuk ezer százalék, hogy nem, 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 nem. nem. Befektetők vagyunk, és a befektetőhez méltóan mérlegeljük a kockázatot, és mindenki a saját maga tudása és döntése szerint saját magahoz felelős döntést, hogy mibe mennyit tesz. Nem másért fektes bele. Tehát itt nem okolhat senkit azért, ha neked egy rossz befektetésed van, ha nem jártál megfelelően utána a dolgnak nem gondoltad át, túl sokat tettél bele, ha ezek szoktak, vagy türelmetlen, vagy pánikba accel, ezek szoktak oda vezetni, hogy az emberek veszteségesek. A befektetéseiket nézve, és a legkönnyebb mindig azt mondani, hogy azért mert, azért mert ő azt mondta, azért mert ezt olvasta, azért mert azt hitt, jó. De ki nyomta meg a megvásárolom és eladom gombot? Te. Akkor ki a felelősség százszeregbe tiéd. Ezzel tisztában kell lenni, mert aki ezt ne érti meg, az ne is próbálkozzon kriptovalutával, mert tökfölösleges. Nem fogja érteni, hogy miért fontos, hogy saját felelősség jó. Ha nem tanulsz, nem jársz utána, nem fogsz tudni hozni olyan döntéseket, én meg biztos, hogy a nehezen megszerzett pénzt, amit fölépít az ember, nem fogom csak azért, nem tudom valamibe fektetni, mert XY azt mondta, hogy az jó buli lesz. Hát legalább utána nézek, hogy én is úgy gondoljam a dolgot. Na. És akkor jöjjön az a bizonyos kérdez felnek rovat. Tudjátok, ha van jó kérdésed, Info, minden kérdés jó egyébként, de hogy jó információd, építő, kritikád, egy tök jó hozzászólásod a közösséghez, akkor ezeknek mind-mind van helye a komment szekcióban, mindig az aktuális videó alatt. A tegnapi nap folyamán ugye Kindli Erna jött el hozzám a Bátortábor ügyvezetője, és ezt a videót is ajánlom a figyelmetekbe. Most szeretnék ugye ilyen tartalmakat is hozni, ezért volt például Peter jones is az a beszélgetés. Nagyon sokan néztétek azt a videót, és rengeteg-rengeteg pozitív komment jött rá. Ha már az őt nevét említem, ő is itt ő volt az egyedül, aki egyébként ez a videója most írt, és azt írt, hogy én is csatlakoztam, ő is azonnal, amikor megtudta ezt a lehetőséget, beszállt és támogatta. Tehát, hogyha ha, ha egyetértedek azzal a dologgal, amit, amit ő fölépített, szimpatikus az ő hozzáállása, ugyan erről a dologról beszélünk, tehát, hogy ha egy, egy, egy befektető vagy, bizisember vagy, akkor egyszerűen része kell lenni, hogy te a társadalomban amennyire tudsz, próbálsz segíteni és erre mindenki képes valaki tettekkel, valaki pedig valamennyi pénzzel. Tisztán vele, hogy szinte mindenkinek van rá pár ezer forintja, ha szeretné, és ugye egy videó elején is elmondtam, hogy ha valaki ugye akkor ezt uh, írta is, hogy uh, ha itt valaki mindenki 2000 forintot adna, az milyen sokat jelentene. Napi 2-3-4 ezeren megnézitek mi most is ezeket a videókat a, a medvepiacban akkor ha csak tényleg 2000 ember, aki megnézte azt a videót, 2000 forintot utalna, az 4 millió forintot jelentene. Tehát ekkor erő van bennetek. Csak össze kéne fogni, és nem a másikra várni, hogy na majd ő, á, majd én nem, majd majd, majd meglátjuk, a majd a többiek is így nem változik a, 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 meg a világ, de ezért, ezért csinálok folyamatosan olyan tartalmakat is, ami motivál benneteket, hogy tényleg ne csak jobb befektetőké, hanem boldogabb és jobb emberekkel is váljunk, mert igazából ez lenne a, a, az élet cél, hogy, hogy, hogy rendben legyenek a dolgaink az életben, és, és ne másoktól várjuk a megoldást, hanem mi tegyünk meg minden nap azért. Szerintem én úgy állok hozzá, hogy minden nap az a feladatom, hogy a mindenkori önmagam legjobb verziója legyek. És hogyha azon a napon értesültem egy ilyen lehetőségről, akkor én hogyan tudok élni, hogyan tudom ezt, ezt segíteni, ez mindig a legfontosabb. Vagy ha tudok egy olyan információt, én tudok fejlődni, akkor éltem-e azzal a lehetőséggel, megléptem-e, vagy kerestem a kifogásokat, hogy, hogy hát majd ez is tologattam ha aznap megteszed mindig az első lépéseket abba az irányba, amerre szeretné tartani, hogy van egy tök jó gondolatod, akkor elültetted annak a magját, és ha elkezded azt öntözni, locsolni, abból lehet is valami. Azóig azt mondják, hogy majd holnap ültetünk, annak a nagy része soha nem ültet. Így most példával élve. Na, és akkor nézzük meg, hogy milyen kommentek születtek a tegnap előtti videó, hiszen most itt a bátortáboros az nem lehetett kriptósan annyira hozzászólni, Azt mondja, lehet nem ö, rajongani a stablecoinokért, de ha egy tedder bedől, akkor úgy gondolom mindegy, hol van az ember a kriptópiacon, hatalmas bukó lesz a BTC-ben is valószínű. Bár az is igaz, hogy valószínű kisebb bukó, mint a tederben ragadt pénz. Na és itt a lényeg. Tehát, hogy aki ezt megérti, ugye a, 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 kockázat elemzés, hogy sokan azt mondják, hogy ú, hát hogyha a Binance bebukik, akkor hát mekkora esik majd a piac, ha a tether beukik, és akkor ebben teljesen igazuk van. Csak hogyha a tether bebukik, akkor az alatt azt értjük, hogy, hogy kész, ennyi volt. Tehát, hogyha tedder tettél, mondjuk, ha tényleg bebukik, a tederbe tettél kriptó, láttuk már ilyen stablecoinokat, lást UST, akkor gyú, szépen lemegy nullára. A bitcoinnal mi történt? Minden egyes alkalommal eddig megérezte, ugye nagyot esett, hogyha ilyen súlyos dolog történik a piacon, de minden egyes alkalommal felállt és visszafelé jött, míg az a másik stablecoin, vagy éppenséggel másik uh, yeah, crypto projekt altcoin, meg ugye le lett mosva. Tehát uh, így értem én azt, hogy ezzel, a, ezzel legyünk tisztában. Tehát hogyha most mérlegre teszem a dolgot, és azt mondom, hogy a bitcoin eddig minden alkalommal visszajött, a bizonyos stablecoinok -ok meg már elbuktak több is, igaz, hogy tudom, hogy a a legnagyobb, de akkor is ugye, rengeteg kérdője van körülötte, hogyha abba tartod a pénzed, és azt utána elkasszálják, és pikpak elveszti a, a, a peget, és akkor utána ö, bezuhan, tehát nincs már egy dollár az értéke, akkor, akkor, akkor nem tudod, hogy hogy fog az onnantól kezdve visszajönni. Viszont lehet, hogy x idő múlva, x hónap, év, tehát mindegy a bitcoin meg visszatér, és akkor, akkor azt mondod, fú, hát a bitcoin be lett volna, akkor, akkor itt még lenne első újabb, újabb emelkedésre. De ez csak az én véleményem, jó? Tehát, hogy itt nyilván az én csatornámon az én ötleteimet, én véleményet megosztom, próbálom mindig a, a híreket objektívan bemutatni, nyilván a kérdezfelek robadva azért ott befűzöm a dolgokat, amiket én is gondolok a piacról, de soha nem tanács. Ez mindig, ahogy mondtam, saját felelősségre te fogod eldönteni, és én csak szeretnék rávilágítani dolgokra, és ha nem értesz fel egyet, teljesen rendben van. Mert ember vagyok, tévedhetek, nem azon, hogy itt a frankót biztos, nem akarom megmondani. Tehát nem akarom, hogy senki ilyen kriptu guruként azt higgye, hogy én azt hiszem magamról, hogy én most itt a frankót mondom meg a csatornán, de is, egy egyszerű hétköznapi ember vagyok, aki a legjobb tudása szerint az aznapi legjobb verziója szeretnék lenni önmagamnak, próbál nektek abban segíteni, hogy ránássatok dolgokra. Nem kéne ezt a csatornát csinálnom, csinálhatnám csak a befektetéseket, és akkor kész. Én azzal is ellennék. De úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy információkat megosszak, és rengeteg kérésedek volt azzal kapcsolatban a múltban, hogy még több ilyen tartalom szülesen, így születtek a könyv és a, a, a kurzusok is. De, de, de igazából nekem már megvan az az információ stratégia, ami mentén én megyek. Csak azt szeretném, hogy, hogy másoknak is legyen ezekre a rálátása, és utána mindenki maga el tudja dönteni, hogy tőlem is tanult, mástól is tanult, ettől, attól. Én is így csinálom, sok embertől gyűjtöttem az információt, és gyűjtöm folyamatosan. És utána valamit, valamit összegyúrsz magadnak a saját verziódat, és utána majd elmondod, hogy hát igen, amit kitaláltam, és ahogy csinálom, ez most jó lett, nem, nem lett jó. Hát, mindenért magam vagyok okolható. Um, szóval ez a véleményem erről a, a, a stablecoin dologról. Akkor valaki írja, hogy épp nézem, a Revolutról is levették a Gala Tokent, nekem speciál nem volt, de értesítés nem jött róla, hogy terven van a levétel, korábban szüntették már meg olyan kriptót, a Revoluton Keep például, amiről tartottam egy keveset, de arról előre szóltak, hogy levezik a listára, hát lehet, hogy azért nem szóltak, mert nem tartottam meg, a másik az, hogy lehet, hogy nem most vették, nem követtem a listáról, hanem amikor a V2 kijött, mert ugye ez volt a Coinbase-nél sem, hogy a v 2 tehát V1-et igen, de a Gala V2-t már nem támogatta például a Coinbase. Aztán valaki szintén köthető, hogy hát szomorú, túl nagy elvárásom voltak a Gala projektől, bányász szoftverem van, és plusz vettem, de most eladtam mind a 330 a darab vasárnap ennyiért, E fölött, és mentem BTC-be egyenlőre. Nyilván azért, ami a Gálával történt, továbbra is az egyik legnagyobb projekt a, ebben a, a Web3 gaming történetben. Csak hát most itt a alapítók támadják egymást. Tehát, hogy ez így, így most belülről rohad az alma. Tehát eddig erről nem volt szó. És, és igen, ezt nem lehet tudni. Tehát ez, ez el tudja kaszálni egyébként a, a projektet ö, simán. Meg túl is élheti. csak most tehát például a te döntésed, ugye mit csináltál? Megnézted, hogy, hogy, milyen kockázat van benne. Ha most ezt nem tudom, fél évig, nem tudom, meddig tartanak majd a perek. Tovább, ez így húzódik, és közben a BTC fordul. Hát akkor és utána meg a kövendő jönnek a kisebb altok, amik majd újabb lehetőségek vannak. Akkor, akkor lehet, hogy ez egy, ez egy tök jó döntés. Tehát mindig mérlegelt a, 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 a kockázatot. Lásd, XRP, akik ugye e, kiött a per, és benne maradtak az XRP-vel, közel nem tudtak a elmúlt pika piacban akkor átnövekedni, mint hogyha a számos más projektbe szálltak volna bele, hiszen ott is a per visszafogta az XRP-t. Na hát ez mindenki magának eldönti. Szia Attila, erről is lesz hogy kriptópárti vagyok magam részéről, és elég nagy kitettsége vagyok benne, feltörekvő kriptoprojektekben, de mostanában egyre -egy gyakrabban eszembe jut, látva az egész szektor vergődését, hogy nem egy újabb dotkomos lufi leeresztésében járunk, és inkább érdemes lenne a hagyományos piacok felé Mert az az ideológia szép és jó, hogy mindenki, aki kriptózik, egy mindent megoldó új pénzügyvilágot vizionál ebbe bele, de gyakorlatilag azt értem, érzem, hogy a, a a kabátot, és igazából semmi valós gyakorlati haszna nincs a kriptónak jelenleg, hanem csak megy a vakítás, az NFT, ami ö, élt kb. három évet, és hasonló semmire való dolgokkal, de ilyen fellángolásokon kívül az egyik világon sehova nem sikerült eljutni lassan 15 év alatt. Az meg, hogy valaki birtokol x-fajta y darab tokent, önmagában semmit nem jelent, mert valós értékteremtés nélkül egy idő után senkit nem fog már érdekelni a kriptó. De hogy látod ezt? Tudom, szemben megy az üzleti modellel ez az indiszkrét témafelvetés, de neked van B-terved? Szerintem nagyon jó, hogy ilyen felvetéseket ö, írtok, mert mert nem arról szól, hogy kriptós csatorna, és akkor simogatjuk a kriptót, hogy az jó lesz, és biztos, hogy nagyon, nagyon gazdagok leszünk belőle, mert mit tudjuk mi, hogy mi lesz ebből? igenis kell kritizálni dolgokat. Én ezzel teljesen egyetértek, hogy, 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 innen is, onnan is megnézzük az egészet. Pár sorban itt egyébként írtam gondolatokat hozzá, de akkor egy kicsit szóban is jobban kifejteném. Szóval az tény, hogy jelen pillanatban ugye vergődik a piac. Ha összevegyük az előző ö, medvepiacos ö, időszakkal, pont a mai videóban is említettem azt a bizonyos 2019-es évet, amit még puf, megfejelt a 2020-as pandémia, akkor is a végefele egy ilyen nagyon oldalazó, egyenkülő fázisban voltunk. Tehát ö, ilyet már láttunk ö, egyébként önmagában. Rengeteg kérdés van most, amik eddig nem voltak napi napirenden a kriptóval kapcsolatos szabályozások szerintem nagyon fontos. Tehát ezeket a következtetéseket, hogy most már van benne fantázia, nincs benne fantázia őben, ezeket nem nagyon tudjuk szerintem most még ezen a ponton meghozni, amíg nem tudjuk, hogy milyen szabályozások lesznek világszerte, mert már az nem kérdés, hogy lesznek a szabályozások, csak az, hogy ki, mivel fog kijönni és mikor. Hogyha ez megtörténik, akkor először nézzük meg, hogy az hogyan hat a piacra. Aztán itt vannak ezek a Bitcoin Spot ETF-ek, amikor ismét egy, egy, egy lendületet adhat a, a piaszak. már csak maga az, hogy ha igény van spot Bitcoin LTF ö, ugye, be való befektetésre, akkor az már feltételezi azt, hogy aki kibocsájtja a Bitcoin spot etf et annak azzal a Bitcoin mennyiséggel rendelkeznie kell, tehát igazából ö, gyűjtögetett vásárolt Bitcoin. Mi van akkor, hogyha Bitcoin az aranyhoz hasonlóan, csak a digitális világban tényleg már egy ilyen elfogadott befektetési ö, dolog lesz. Én azt mondom, hogy jelen pillanatban ö, egy, egy olyan szakaszban vagyunk, ahol még kardinális kérdések nincsenek eldöntve. Ha már ezek eldöntésre kerülnek, és a piac nem megfelelően lép erre, tehát ö, nincs már meg az elelkesedés, nem olyan mértékben terjedt bitcoin. Ha megnézzük az internet ugye ö, a adaptációs ilyen görbét és, és, a, és a bitcoin ö, görbét összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy a bitcoin nagyon jól teljesít ahhoz képest. Tehát ez teljesen normális, hogy nem így megyünk, mit tudom én, felfele, hanem ott ugye van egy ilyen, ilyen, ilyen lekanyarodás, hogyha ezt a lekonyulást ugye te is, ahogy éppen látod. Tehát minden ilyen szempont terv szerint megy. A másik meg az, hogy a, a, a dotcomos történet ha gyors, tehát sokszor megtörténik kicsit ebben a, 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 a kriptóvilágban, hiszen hányszor itt már kipukkadt uh, a lufi, értem ez alatt mindig egy újabb medvepiac beköszöntét, különbözőek voltak az okok. Itt folyamatos tisztító vannak, de mi lett a dotcom lufinak a vége? Az, hogy akik viszont jó projekteket csináltak azon belül, tehát ugye az, ami az internetre az egészre épül, azok meg nagyon-nagyon-nagyon sikeresek lettek. Csak veszten a férges alapon ugye egy csomó fölösleges került ki. Tehát ez nem azt jelenti, hogy bizonyos kriptoprojekteknek, vagy a bitcoinnak éppen nincsen jövője, de valószínű a nagy része az altoknak és ahhoz kötődő projekteknek, ami most a piacon van, sehol nem lesz pár év múlva. Mert, 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 de az nem azt jelenti, hogy, hogy maga ennek az iparágnak nincsen ugye, bármi jövője. Tehát én ezt még korainak gondolnám, de emellett mindig azt szoktam mondani, és ezt tényleg fontosnak tartom, hogy nem all in kriptó. Tehát én tök jónak tartom azt, hogyha az ember tart e, mint tudom én, valakinek van e, ingatlanja, valakinek van e, nemesféme, valakinek vannak részvényei, valakinek vannak kötvényei, valakinek van kriptója, hogy mindig befektető egy olyan hálót húzzál fel, amire van ABC terved. Ha csak egybe teszel mindent bele, akkor az a fajta kockázatot futott, hogyha azzal a szegmenssel történik valami. Látjátok, most csak gondoljatok be a kötvények helyzetében, hogy mi volt 2022-ben. Hát milyen pocsékul teljesítettek. Mindig az volt régen, hogy akkor 60% kötvény, 40 részvény, hogy ezek voltak ugye a, a régi felosztások. Aztán milyen rosszul jártak az emberek a, a, a kötvényekkel, pedig erre még nem, nem volt nagyon precedens így a múltban, egy jó ideje legalább biztos. Tehát nincs olyan, hogy, 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 hogy tuti befektetés, és bizonyos időszakokban bizonyosak jobban, vannak, amik gyengébben teljesítenek. És ha befektető vagy, egyszerűen neked mindig figyelni kell a különböző trendeket, tanulni kell folyamatosan, nem csak a kriptóról, úgy az egész, hogyan is csinálom ezt, hogyan kezelem a befektetés. A befektetés van az, hogy a pénzedet, amit megkerestél, dolgoztatod különböző helyeken, más például kriptó, ugye ez a csatorna főleg arról szól. De ez nem azt jelenti, hogy előre tudjuk, hogy a kriptó tuti befutó, előre tudjuk azt, hogy a bitcoin tényleg biztosan 1 millió dollár lesz 2030-ra, mint ugye a, a Katie Wood mond, mert csak mondtam egy példát. És számos más dolgot. Számolni kell a kockázatokkal, és mint mondtam, egy csomó kérdés van jelen pillanatban, ami nagyon-nagyon ami kardinális, nagyon fontos, és még nem lett eldöntve, még nem látjuk, azoknak a beteljesedését, és hogy arra tényleg hogyan reagált a piac. Hogy ez egy fantazmogória tényleg, hogy azt mondjuk, hogy fú, és ha megvesz a Bitcoin Spot ETF, akkor az elindítja a dolgot utána, meg az lesz, meg nem tudom, az ethereum -ra. ilyen applikációk épülnek, ilyen léjerkedtek arra az, és az pedig ilyen decentralizált pénzügyi rendszert fog létrehozni. Ugye ez egy fantáziavilág, világ, elképzelünk valamit, ennek egy részét már látjuk, amíg megvalósultak, de azért még a nagyobb része az hátra van. És Lásd Vissza a Jövőben film. Ugye néztük, hogy na, akkor légdeszkán közlekedtünk már abban az évben, vagy nem. nem, de akkor úgy gondolták, hogy légdeszkák lesznek. Szóval ezeket nem tudjuk előre. De ez teljesen normális, hogy, hogy ha befektető vagy, akkor egyszerűen el kell fogadnod, hogy te. Nézed a különböző lehetőségeket, megteszed a tétjeidet annak megfelelően, hogy milyen tudásod van, mire van ránátásod, és a jövő fog eldönteni, hogy az a befektetés jó volt. <kül> szóval, öm... szóval egyébként tök jó a felvetés, mert, mert, mert ö, ö, jónak tartom, hogy nem simogatni kell a kriptot különböző csatornákon és, és, és mindenkit hűíteni, hanem tényeket kell lefektetni azokra, rávilágítani a különböző irányokból, és, és, az alapján mindenki azt szokta mondani, hozza meg a saját döntését. Ha valaki ez alapján, amik vannak, nem nagyon hisz ebben az egészben, teljesen korrekt, mert úgy gondolja, hogy, hogy ez nem valaki, meg az, hogy oké, adok neki egy esélyt, nem fogom izé rátenni a vagyonomat, átolni a házamat, de van olyan is? Hát egészségére csak vállaljuk azután a felelősséget. Ha kimaradunk az egészből, is, bejön a buli, akkor ne az legyen, hogy ó, oh, kellett volna befektetni, hanem az, hogy jó, oké, hát ez akkor nem jött be, de nem baj, nézem a következő lehetőséget, és élek vele. Ha befektettünk, és nem jön be a buli, akkor ne az legyen, hogy ó, oh, ah, kihűjtett meg ki az, aki ebbe bele akart engem rángatni. Tehát ez egy hülyeség volt az elejétől kezdve. Hát te, mert te gondoltad úgy valamiért, hogy az jó lesz. Szerintem, szerintem ez, ez, ilyen egyszerű. Én még, még abszolút azért csinálom ezt a csatornát, mert én még mindig látok esélyt, hogy a, bitcoin magasabbra fog menni, még mindig látok esélyt, hogy, hogy lesznek, lesz újabb bikapiac, de nem tudom, mi lesz tíz év múlva, nem tudom, mi lesz húsz év múlva. Lehet, hogy meg már tíz év múlva egy teljesen más területen fogunk foglalkozni, mert a lényeg, hogy mindig kövesd a trendeket, és annak megfelelően lépjél. Tehát most a, ez olyan valaki, hogy mit tudom én, valaki nem tudom én, a, 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 amikor a, elkezdett képülni a vasúthálózat, ugye? még régen, vagy éppen az olajmánia volt, vagy nem tudom mi, akkor az volt a húzóerő, abba tettek, vagy az aranyláz idején, akkor nem tudom, aki csákányokat értékesített, és minden. Szóval az volt a buli. De az azt jelenti, hogy most is azt kell csinálni, nem tudom hány évvel később. Nem, hanem egyszerűen lépni kell, és, és tovább menni. És amíg van benne, addig üssük a vasat. A kriptó nem más, mint egy eszköz. Egy eszköz arra, hogy a te életed jobbá váljon, meg tud valósítani azokat a céljaidat. De ha befektető vagy, legyél rugalmas, és mindig figyeld a lehetőséget. Én még ebben látok, ez a szubjektív személyes véleményem, aki még lát benne, az, az, az mondom, ugyanúgy cselekszik, mint én, hogy, hogy tart benne valamennyit. De de tök jók, hogyha ha, ha, ha vannak bétervek, mert azzal csak te vagy nyugodtabb, te vagy biztosabb, hogy jó, nem csak ez van, tehát hogyha valami bedől, akkor, akkor még, még, jó vagyok, mert nem tudjuk, mit az a jövő. Na, szóval szerintem ilyen kommenteknek is van itt helye, mert gondolkozzunk együtt, és nagyon jó, hogy ilyet is írtok. Nos, köszönöm szépen akkor a figyelmet, ne felejtsétek, hogyha ilyen jellegű tartalmakat akartok fogyasztani napi szinten, tehát rövid, short videók, 60 másodpercen, csak hogy a hír lényege gyorsan meglegyen nektek, vagy ilyen kifejtősebb tartalmakat, akkor egy kicsit elemzünk, mögé a dolgoknak, érvek, ellenérvek, különböző hírek kifejtve, akkor pedig ez a hosszabb videók, nem kell más tenned, ez egy teljesen ingyenes tartalom minden nap. Feliratkozó gomb, csengeti összes ennyi, és minden nap hozzájutsz a legfontosabb kriptó és blokklánc uh, infokhoz. Jó, ha tetszik a tartalom, ezek hasznosak, akkor pedig számodra, akkor pedig nyomj egy lájkot, szerintem az uh, nem túl megerőltető, nekem viszont egy klassz visszajelzés, meg a csatornát is segíti. Köszönöm, találkozunk a következő videóban, sziasztok!